Több fontos ügyet tárgyal Tolnaváros önkormányzat képviselőtestülete a 2023-as év utolsó ülésén. Itt többek között döntés született jelentősebb szerződések újrakötéséről, illetve a lakosság szempontjából fontos dietetikusi szolgáltatást ellátó szakember megbízásáról. Most arról döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk ezt a szerződést, és ugyanúgy járhatnak hetente egyszer az egészségházba a diabéteszesek, segítséget kapnak mindenféle gyógyszeres kezelésre, és esetleg az étkezésre vonatkozóan tanácsokat. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű, nagyon sikeres szolgáltatása ez a városnak, és természetesen a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a továbbiakban is biztosítja az itt élők számára. Összesen 28 napirendi pontot vitatott meg a képviselőtestület. A testületi ülés egyebek mellett egyhangulag elfogadta 3 darab fedett buszváró létesítését, ezzel is megkönnyítve a lakók mindennapjait. Top pluszban, aminél szintén fontos döntések voltak most, hogy a városon átvezető úgynevezett 5112-es útnak a mentén lévő buszmegállókat egységes formába építjük és modernizáljuk, de ettől függetlenül fontosak azok a buszvárók is, amik nem ezen az útvonalon vannak, hanem akár Mözsön a Szent István utcában, akár a Szedresi utcában, akár a gimnázium előtti területen vannak. Itt jelen pillanatban nincsenek fedett buszvárok, arról döntöttünk, hogy egy ilyen műanyag buszvárót létesítünk ott is, hiszen minden közlekedő, minden itt élő fontos a képviselőtestület számára, úgyhogy azt fontosnak gondoljuk, hogy azok se ázzanak, fázzanak, akik busszal közlekednek. Jellemzően egyébként itt sokkal kevesebben várnak, de hát ők is fontosak, és akkor most oda is építünk buszvárókat. Határozat született a TOP Plus koncepciótervek jóváhagyásáról is, illetve fontos előkészítési folyamat zajlik a februárban esedékes pályázatok beadásához szükséges feltételek előkészítéséhez. Döntöttünk arról, hogy mely utcák, utak fognak megújulni, hogy az óvodák felújításánál miket valósítunk meg. Aztán döntöttünk a könyvtár átköltözéséről is, korábban ugye átköltözött a régi könyvtárból a Bajcsinszki utca, a jelenlegi városközponti buszmegálló mögött volt a könyvtár, ami nagyon rossz állapotban van, és szeretnénk visszaköltöztetni, ott is elfogadtuk ezt a tervet. A családsegítő központot szeretnénk a templom mögötti épületbe, ami iskola épület volt, és a polgári iskolaként működött. Nagyon sokáig oda szeretnénk a családsegítő központot átköltöztetni. Erről is döntöttünk, aztán döntöttünk a Dunapart további fejlesztéseiről, a Mözsi Idősek Klubjának a felújításáról. Tehát számos olyan, ami korábban már döntés született arról, hogy ezeket megterveztetjük, ezeket a terveket most, koncepcióterveket most láttuk, és minden bizony a február 1-e után pedig be is fogjuk tudni nyújtani a pályázatokat. Úgyhogy én arra számítok, hogy a 2024-es évben akár már olyan, ahol nem kell engedélyeket kérni, és nem kell az engedélyezeti eljárásokat lefolytatni, ott már esetleg meg is tud valósulni, legalábbis meg tud kezdődni a kivitelezés. Aztán ugye minden évben probléma a városi programoknak a finanszírozása, és nem is feltétlenül a költség oldalról beszélek, hanem arról, hogy eléggé elfoglaltak azok a fellépők, akiket esetleg egy nagy rendezvényre meg tudnánk hívni. Tehát amikor a városnak elfogadott költségvetése van, akkor ez jellemzően február közepén, végén van meg, akkor nem biztos, hogy találunk megfelelő fellépőt mondjuk a városnapjára, ami május végén szokott lenni. Úgyhogy most arról döntöttünk, hogy mintegy 22,5 millió forintot fogunk biztosítani a város nagyobb rendezvényeire. Értem ez alatt ezt a városnapját, ami május végén van, a Bárka Fesztivált és az adventi hétvégét. Időben le kell foglalni ezeket a fellépőket, hogy még azokat tudjuk megcsípni, vagy megszerezni, akikre esetleg minél többen látogatnak el. Így idén is az egyik elsődleges cél a lakossági igények teljes körű kiszolgálása.